Az is fölháborító, ha edző nem válaszol önnek, úgyhogy természetesen edzőnek az a feladata, hogy ha ön kérdez, valamit válaszoljon. Ha engem kérdez, mindig válaszolok. Ha bármikor kérdeznek, arra nem tudom rávenni Miklós Pétert, hogy válaszoljon, többek között azért, mert most már semmi közünk nincsen hozzá, nem dolgozik a városnak. Semmilyen módon. Nem tudok, sajnos ebben nem tudok segíteni. Ezt Miklós Péterrel, Krupicer Ferencnek magának kell elintézni. De a kérdésére mi minden információt megadunk. Jó, és az, hogy önök privilégiumot élveznek, és önöket minden kérdésbe tájékoztatni kéne, ilyen soha nem volt. A városnak, bocsánat, milyen probléma merült föl? Mert még mindig nem mondták el nekem, hogy azon kívül, hogy a nagyon sajnálatos haláleset történt, ami egyébként ebben a városban tucatjából történik minden héten haláleset. Ezek közül több olyan van, amikor napokkal később fedezik fel azt, hogy meghalt valaki. Minden egyes esetről nem tudunk tájékoztatást adni, ugyanígy nem tudtunk, vagy nem éreztük azt, hogy nekünk bármiféle külön feladatunk lenne a lakóparkban, ahogy elhangzott, csak egy hét alatt 3 haláleset történt. Mostantól kezdve minden lakóparki halálozásról szeretné tájékoztassuk, az összes többi nem lakóparki halálozásról is. Önnek privilégiuma van képviselőként, hogy ezekről külön akar értesülni? Önnek úgy is itt dolgoznak azok a kollégái, akik a munkadidő jelentős részében azzal foglalkoznak, hogy önt tájékoztassák. Igen, ez egy privilégium. Jó, másoknak, ön pontosan tudja, úgyhogy nem fogom megnevezni. Éppen most újabb tiltakozást kaptam a kollégáink részéről, volt már ilyen, azért kellett áthelyezni valakit, mert az volt a panasz rá, hogy abban a pillanatban, hogyha valamilyen munka folyamatba belekezdenek, akkor valakinek az az első dolga, hogy kimenjen a folyosóra és önt hívja. Tudja, ilyen panasz volt a hivatalon belül, és most is van ilyen panasz. Úgyhogy ön mindenki másnál jobban látja, talán a fideszes kollégák azok a Fideszt is tájékoztatják, itt nyilvánosság van, ön minden információt megkap. Azért nem értem, hogy miért kell bárkinek is kémkedni, mert mindig bármilyen információt megkér, megkaphatta volna, amikor a alpolgármester volt, bejöhetett volna bármelyik megbeszélésre. Volt is, hogy be is jött. Jó? Tehát milyen privilégium, milyen információ hiányzik, könyörgöm. Miért kellene önnek külön mindenről tájékoztatást adni, ami itt tűnik, itt történik? Jó, semmi rendkívüli esemény nem történt, sajnálatos módon halálesetek vannak ebben a városban, ez nem rendkívüli. Az sem rendkívüli, még egyszer, még senki nem tudta megmondani, hogy azért, hogy valaki meghalt ebben a városban, ez nem egy intézmény, a nyugdíjas lakpar, meghalt és 3 nappal később fedezték fel. Hány ilyen történik évente, havonta, a Fidesz idején hány ilyen történt? Mi ebben a rendkívüli? Azon kívül, hogy politikai mocskolódásra lehet felhasználni a Fidesz lapjában önök által többek között. Ez a rendkívüli. Mi más, semmi más rendkívüli nincs ebben.